Viharos gyorsasággal távozott a bíróságról Mennyi Roland, miután a bíró kihirdette, 4 év letöltendő börtönre ítéli a volt fideszes képviselőt. Az úgynevezett Voldemort ügyben a vád különösen nagy vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás büntetének kísérlete és más bűncselekmények voltak. Mennyi Roland pénzbüntetést is kapott és eltiltották a közügyektől. A stúdióban ügyvédje Futó Barnabás. Ügyvéd úr, jó estét kívánok! Ha valakit másodfokon súlyosító ítélettel sújt a bíróság, akkor az ügyvédje számára az hidegzuhany, az ő munkáját is minősíti, vagy várható volt? Természetesen nem egy öröm, de ezt már előre elmondom, hogy éppen azért van felülvizsgálati kérelmnek helye, ami régen törvényes jóvás volt, hogy ha megalapozatlannak tartjuk az ítéletet vagy ítéleteket, akkor a kúriához forduljunk. Szeretnék valamit előzetesen elmondani ezért, mert a tegnapi műsort is láttam, ahol itt politikusok nyilatkoztak az ügyről, szóval Kuhalmi Ágnes és Vágó István, és hát eléggé felháborító volt, megmondom őszintén, amit mondtak. Mert tulajdonképpen a bíróságnak, illetve a bírók munkáját negatívan interpelálták, mégpedig azzal, hogy azt állították, hogy ez az ítélet nem a jogállamiságot támasztja alá, hanem éppen azt, hogy a jó fiúk akarnak lenni, ahogy mondta a fideszesek az Európai Unióban, és tulajdonképpen a jogállamiság látszatát akarják csak kelteni, tulajdonképpen éppen azért rendezték meg így, hogy éppen most legyen az ítélet hirdetés. Az ő ügyfele nem így érzi? Nem, de végigmondom. Tehát azt mondja, hogy egyrészt éppen azért, mert most volt lesz majd, akkor még úgy gondolták lesz a Trócsányi úr meghallgatása. Egyébként pedig át az újságban is, az ellenzéki újságban is több cikk jelent meg. Tehát így úgy tudják eladni a dolgot az Európai Unióban a fideszesek, hogy hát jogállamiságban, sajtószabadságban, most ez azért felháborító, mert a bírák munkáját tulajdonképpen dehonestálták, végig sértették a bírókat, különösen azokat a bírókat, akik eljártak ebben az ügyben. Értem, és a szempontjait nyilván ők hálásak, hogy most ő megvédte őket, de azért hadd kérdezzem meg, Mennyi Roland nem érzi úgy, mint hogy egy ilyen félmondatot a sajtó el is kapott tőle, egy ilyen ítélet utáni morgást, hogy mindenki helyett én viszem el a balhét? Én ezt nem hallottam, hogy ilyet ő mondott volna, hiszen végig azt állította, hogy ő ártatlan, tehát nem is mondhatott ilyet egyrészt. Másrészt az is, hogy ő azt mondja, hogy ő azt állította, hogy Voldemortnak kell szólítani, ami szintén nem igaz, de hát el kell adni valahogy a 168 órát, tehát ott jelentették meg ezt. Végig az eljárás során. De ez évek óta változatlanul nem igaz? Persze. Tehát akik hát itt nyilatkoztak tegnap is, egyetlen egy tárgyaláson nem voltak ott, tehát fogalmuk sincs, hogy mi történt, és mi volt az igazságot. De most megvédte a bíróságot, de közben azzal vádolja a bíróságot, hogy olyan ítéletet hozott, ami nem állja meg a helyét. Nem vádolom. A következő helyzet. Mindenki tévedhet. Éppen ezért van. Másodfokon is? Így van. Éppen ezért, hát számtalan ügyben volt, hogy első másodfok hozott egy ítéletet, és utána a kvázi harmadfok, de hát a felülvizsgálati kérelemben, a kúria más döntést hozott. Én azért védtem meg a bírákat, mert így, hogy egyáltalán nem is ismerik az ügyet, csak politikai szempontokból megsérteni azokat a bírókat, akik álláspontok szerint teljesen függetlenül járnak el, és szakmailag járnak el, és ez, én nem akarom őket támadni, mert attól függetlenül, hogy én úgy érzem, hogy tévedtek és megalapozatlan döntést hoztak, attól nem a Fidesz kézivezérlésével jártak el. Arra számított, hogy Mennyi Rolandot felmentik másodfokon? Igen, én arra számítottam, meg kívánom jegyezni, nem csak én, 7 védő járt el az ügyben, tehát különböző 7 vádlott volt, és szinte mindenki támadta az elsőfokú ítéletet is, tehát mindenki azt mondta, hogy szakmailag megalapozatlan, jogszabálysértő. Ez a dolga, nem? Nem feltétlenül. Tehát van olyan, amikor csak részben támadjuk az ítéletet, van, amikor a helyesnek tartjuk, hogyha olyan ítélet volt elsőfokon, ami kedvező a vérrendszerünkre, de ez nem automatikusan így történik, és nem lehetséges azt, hogy ezért politikai szempontokból a világ függetlenségét meg kérdőjelezni. Ez teljesen elképzelhetetlen volt. Meg kívánom jegyezni, hogy az eljárás úgy folyt le, a bírósági eljárás, hogy soha nem volt tulajdonképpen senki a vádlottakon, a védőkön és az ügyészen és a bírakon. Ott senki nem láthatta, hogy mik folynak ott le. Elterjedtek különböző ilyen tűrek. Tehát a bírók
Ott voltak. A bírók ott voltak. Ők hozták végül is az ítéletet. Igen, ők lehettek megalapozottnak az ügyészség vágyát. Így van. Azt azért el kell mondani, hogy itt az ügyészség vádiratában a büntetési tétel 5-től 15 évig terjedő börtönbüntetés volt. Ehhez képest a 4 éves börtönbüntetés természetesen kedvezőnek tűnik, amennyiben megállapítják. Mondhatja, hogy ez siker. Amennyiben megállapítják valakinek a bűnösséget. De természetesen, akinek ezt le kell ülni, annak nem olyan nagy siker. Na, persze. Viszont igaz-e az az állítás, most akkor kérdezem egy jogerős ítélet fényében, hogy több százmilliós uniós pályázatot igyekezett Mennyi Roland országgyűlési képviselőként bűntársaival megszerezni, és annak egy jelentős részét magáncélra felhasználni. Ez nem igaz. Következő. Az ítélet nem ezt támasztja alá? Az ítélet nem azt támasztja alá, illetve az ítélet azt mondja, hogy voltak a kicsit bonyolult és jogászkodni fog, hogy 3 vádlott, aki először tagadta a bűnösséget, majd később annak reményében, hogy őket kiengedik az előzetesből, és valóban meg is történt, beismerő vallomást tettek, aztán itt már egyáltalán nem is tettek vallomást a bíróság előtt. Ezek terhelték őt be, hogy úgy mondjam, és utána az elsőfokú bíróság jóval kevesebb összegre állapítottam, azt hiszem 49 millióra ezt az elkövetési értéket, itt a másodfok ezen változtatott, de kísérleti szakban maradt ez az ügy. Ja, azt mondja Mennyi Roland, hogy ő nem tudott arról, hogy akik őt megnevezték, és akik ráhivatkoztak, azok tulajdonképpen költségvetési csalást akartak elkövetni. Azt nem, de arról sem tudott, hogy kapott 5 millió forintot? Alkalmatlan kísérletről van szó, azt még hozzáteszem, tehát azt állapította meg a bíróság, mivel beterjesztettek a nem Mennyi Roland, hanem a többi vádlott egy pályázatot, ami még alá se volt írva, annyira alkalmatlan volt mindenre. És Mennyi Roland azt mondja, hogy ő megpróbált segíteni természetesen a pályázat elnyerésre, hiszen az ő térségében lévő vállalkozók nyertek volna ezzel. De ezt önzetlenül tette? Ezt ő önzetlenül tette. Vasat nem kapott érte soha? Ő nem kapott. Ezt nem is állították, hogy kapott volna. Dehogy nem, 5 millió forintot kért, majd pedig később 50 vagy 90 százalékot. Nem ő kapta ezt az összeget, hanem a harmadrendű vádlott kapta, és ő azt látja, hogy egy megbízási szerződés ért is, megbízási szerződés alapján, de nem Mennyi Roland kapta ezt, egy óriási különbség. Csak azt mondja az ítélet, hogy szerinte a vádlottak azt mondták, vagy azt hitték, úgy gondolták, hogy ezt Mennyi Roland kapja. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az EMMI minisztériumból több tanút meghallgattak, mindegyik azt mondja, hogy az összes országgyűlési képviselő és politikus bejár hozzájuk, és megpróbál lobbizni, és elérni, hogy a térségében... Hát én azért bízom benne, hogy az összes többit nem fogják megvádolni ugyanazzal, amivel Mennyi Rolandot, azaz Voldemort nagyurat. Ja, azt mondja, azt mondja meg nekem, hogy az hogyan lehet, hogy a sajtó utána járva úgy értesült, hogy abban a térségben, ahol Mennyi Roland működött, abban a térségben teljesen köztudomású volt az, hogy Mennyi Roland milyen módon működik, és akkor én most nem akarok valami olyat mondani, ami peresíthető. De hát nagyjából összefügg azzal, amiről szól ez a tárgyalás. Tehát a helyiek erről tudtak. Ezt melyik sajtó mondja? Bocsánat. Hát ezt olvasd el a 2016-os sajtót, az igen nagy terjedelemben foglalkozik. Én megkaptam a 168 óra összes tehát nem csak a 168 óra írt el. Hát ők kezdték ezt, ők hozták föl, és ők nevezték el Voldemortnak, meg a cikkekben elég sok képtelenséget írtak, ami utólag kiderült, és érdekes volt az egész eljárásban, hogy valamilyen módon ez az újságíró megkapott különböző nyomozati anyagokat, amit még én sem kaphattam meg. Hát ez is egy furcsaság volt az ügyben. Ezt a kormány sajtóban naponta láthatja a legkülönbözőbb ügyekben, hogy nyomozati anyagok kint vannak. Nem meglepő a mai működési normák közepette. Igen. De a végére megkapott mindent, ugye? A végére én minden iratot megkaptam. Most azt mondja, hogy felülvizsgálati eljárást kérnek? Igen, felülvizsgálati kérelmet fogunk benyújtani, valószínűleg nem csak mi, mások is az ügyben, és hát ezt a kúria dönti el természetesen, hogy befogadja és elfogadja és változtat-e. Mit lát olyat, ami jogalap erre? Én úgy adtam be a fellebezésemet, hogy szerintem jogszabálysértő és megalapozatlan a döntés. Ezt elég nehéz most végig elmondani, hogy milyen egyrészt például még érdekes volt, hogy az ügy első részében, amikor például a cikkek is megjelentek, a kecskeméti NAV nyomozott, holott kezdett az első gyanúsításnál már fölmerült Mennyi Roland neve, tehát nem járhatott volna el a kecskeméti NAV, hiszen ilyenkor csak a központi nyomozó főügyészség, mivel országgyűlési képviselő van szó, járhatott volna el.
többször is kérték, hogy vegye át az ügyet a központi nyomozófigyelőség, egy idő után vette csak át. Azt mondja, hogy egy eljárási hibával indult a történet, amitől semmi is lehetne a teljes eljárás. Eleve ezeket az anyagokat ki kéne rekeszteni a bizonyítási anyagból, hiszen jogszabálysértően hatáskör és illetékesség nélkül vették. Ez sokat segítene a védencének? Ez szerintem segítene mindenképpen ez is. De ettől még a megállapítások lehetnek igazak, csak legfeljebb nem a jogszabályoknak megfelelően születtek. De bizonyítani kell a büntetőeljárásba, tehát hogy igaz vagy nem igaz, az egy külön kérdés. De hát ezt bizonyította a bíróság, nem? A bíróság bizonyítva azért, mert felhasználta ezeket az anyagokat is. Erre szokták mondani, hogy tudja, hogy ez a jogászkodás és a tényeken mit sem változtat, legfeljebb az ítéleten is, ennek az a dolga, hogy az ítélet más legyen. Úgyhogy igen, remélem. Értem önt. Futó Barnabás, köszönöm szépen. Köszönöm szépen is.